Megemlékezés a Jászkun Redemció emléknapján, redemciós ünnepség a megyeházán, kamionbaleset. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. május 9-én 18 óra 5 perckor. A Magyar Országgyűlés 2014. február 4-én történelmi emléknappá nyilvánította május 6-át, a Redemció emléknapját. Mária Terézia 1745. május 6-án Bécsben látta el kézjegyével azt az oklevelet, amely engedélyezte a jászkunságnak az önmegváltakozást. Erre a napra emlékeztünk a Millenniumi Emlékmű Parkjában, a Jászkun Redemció emlékharangjánál, amely Györfi Sándor Kossuth díjas szobrászművész Jászkun főkapitány alkotása. A megemlékező műsorban közreműködött Plusz Csilla, a KIAMI vezetője, tanárai és növendékei, valamint a Kovács Mihály huszárbandérium. Emlékező beszédet Szepesi Tibor polgármester mondott. Mély tisztelettel hajtok fejet a 25 Jászkun település polgárai előtt. Örömömre szolgál, hogy mélyre ásnak a múltba, mert erőt kívánnak meríteni történelmükből. Hogy a múlt ismerete a jelent elviselhetőbbé és a jövőt biztonságosabbá tegye. És mert meg akarják őrizni büszkén vállalt Jász és Kun mi voltukat. Őseinket a népvándorlás hullámai sodorták a Kárpát-medencébe, hogy az itthonos magyarság körében végleges otthonra leljenek. A Kárpát-medence sohasem volt a nyugalom földje. Együtt örlődtünk. Együtt bizakodtunk ma, a mérhetetlenül nehéz korszakváltás során, hazánk felvirágozásán. Jász és Kun honfitársaink a legtöbbet vesztették, amit egy nép elveszíthet. Az anyanyelvüket. De megőrizték szellemiségüket, védelmezték hagyományaikat, és soha nem apadt el szabadságvágyuk. Ezt példázza az 1745-ös redemció is, amikor mérhetetlen áldozatok árán visszaszerezték régi jogaikat. Ez a magyar társadalom egészének fejlődésére kihatott. Hiszen a redemcióval megnyílt az út a parasztpolgáriasodás előtt, ami életképes és autonóm közösségeket, virágzó mezőgazdaságot teremtett. Eddig az idézet Bellon Tibor a Jászkun önmegváltása című könyvének előszavából, melyet 1995-ben Göncz Árpád köztársasági elnök úr írt hozzá. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves megemlékezők! Karcagváros önkormányzata nevében nagy szeretettel köszöntöm mindjájukat, akik fontosnak tartották és eljöttek ma ide az emlékharanghoz, emlékezni a Redemció emléknapján, annak 277. évfordulóján. 1745. május 6-án Mária Terézia Bécsben aláírta a redemcióról szóló diplomát, amely visszaállította a szabad jászok és kunok örökös kiváltságait, azaz a szabad tisztviselő és lelkész választást, a pallós jogot, a révtől, vámoktól és a földesúri szolgáltatásoktól való mentességet. A királynő új pecsét használatát is engedélyezte a Jászkun 3-as kerület számára, sőt a diplomában a 3-as kerület főtelepüléseinek megnevezi Jászberény, Karcagújszállás és Halas mezővárosokat. Itt Karcagon tehát kötelességünk megemlékezni e jeles napról, hiszen tisztelettel és főhajtással tartozunk elődeinknek, a Jászkun városok területek vezetőinek, egyházi méltóságainak, az országos delegáltaknak, a redemptusok leszármazottainak, az egykori és mai hagyományőrzőknek, a Jász és Kun kapitányoknak, hiszen neki köszönhetjük, hogy ma együtt ünnepelhetünk. Köszönjük, hogy a számunkra jeles napot 2014-ben az országgyűlés történelmi emléknappá nyilvánította.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Múlt nélkül nincs jövő, s mennél gazdagabb a múltad, annál több fonálon kapaszkodhatsz a jövőbe, írja Babits Mihály. A Jászkun kerületeknek saját történelme, múltja van, mely egy nagyon hosszú, rögös út, sok nehézséggel, megpróbáltatással, szenvedéssel. Tőlünk már vették el az önrendelkezés jogát. Volt, hogy a jászok és a kunok életüket és vérüket adták szabadságunkért, jogainkért. Volt, hogy nagy nehézségek árán vissza kellett vásárolnunk önállóságunkat. Gazdag örökség maradt tehát ránk itt élőkre, amelyek még ma is fontosak számunkra. Fontosak, mert egyben üzenetet is hordoznak gyermekeink számára. Hiszen tudjuk, a történelem néha megismétli önmagát. Őseink azonban felismerték, hogy a legnagyobb kincs életünkben a szabadság. A szabadságért vívták csatáikat a harcmezőkön, s vívták harcaikat, ha kellett, tárgyalóasztal mellett. Küzdöttek, hogy megőrizhessük magyarságunkat, megőrizhessük szabadságunkat az eljövendő korok számára is. Kívánom, hogy legyünk méltók az előttünk járt nemzedékek örökségére, s őseink példáján tanulva, az ő lábnyomaikban járva, napjainkban is a legfontosabb legyen számunkra, hogy szabadságunkat meg kell védeni, keresztény hitünket és kultúránkat meg kell őrizni. Zárta szavait a városvezető, majd megkongatta az emlékharangot. Ezt követően az önkormányzat nevében emlékkoszorút helyezett el Sári Kovács Szilvia alpolgármesterrel és Rózsa Sándor jegyzővel az emlékműnél, majd a helyi intézmények képviselői tették ugyanezt. F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő a Kunszövetség elnökeként dr. Pintér Zoltán Árpáddal helyezte el az emlékezés koszorúját, majd a Jászkun 3-as kerületre emlékezve az elnök is megkongatta az emlékharangot. A jászok és a kunok legfontosabb ünnepe. Május 6-a 2014 óta a redemció kihirdetésének emléknapja. Mária Terézia ezen a napon írta alá azt az iratot, melyet a Jászkun 3-as kerület megválthatta önmagát. A hagyományőrzés azóta is fontos feladata a megyének, és nem csak a megyében élő jászoknak, kunoknak. Az ünnepségen első alkalommal adták át jászkunságért elnöki oklevelet. A Jászkun induló hangjára hozták be a zászlókat, és érkeztek meg a jász és kun kapitányok a Nemzeti Jászkun Emléknap ünnepségére. A kunokat a kun miatyánkkal köszöntötték. Bizingatamiz, kimszínkökte, szent lészen szeninadin, düsszün szenén künglünk. Ezt követően a jászok himnuszát hallgathatták meg. Tengerítjeinken, sziget erdeinkben. Mária Terézia 1745. május 6-án írta alá azt az oklevelet, amelyben a jászkunságot visszahelyezte kiváltságos helyzetébe. Őseink 580 ezer aranyforintot és 1000 lovas katonát adtak cserébe. Ez azt jelentette, hogy figyelembe véve a magyar rendek és főméltóságok közbenjárását, valamint több éve a harctéren küzdő jászkun huszár alakulatok érdemeit, őseink felszabadultak a földesúri alávetettségből, visszaszerezték régi feudális kiváltságaikat, és hármas, vagy jászkun kerület néven önálló törvényhatósággal bíró szabad lakosok lettek. Több kutató is az első magyarországi örökváltságként tekint a redemcióra. Ekkor vált egységes jászkun tudatúvá a jász, a nagykun és a kiskun, e többségében különböző helyekről érkezett népesség. A 277 évvel ezelőtti esemény azonban egy elérhetetlen távoli múlt helyett sokkal inkább szól a jelenünkről és a jövőnkről. Megmutatja, hogy mi jászok, nagykunok és kiskunok töretlenül emlékezünk, és életben tartjuk hagyományainkat.
Az egység azóta is egység maradt és marad, amíg szülőföldünk áll, és mi létezünk benne. Megmutatja, hogy tartásunkat és hitünket soha egyetlen percesen veszítettük el, akkor sem, amikor a történelem igába kényszerített bennünket. A Magyarországgyűlés 2014-ben döntött arról, hogy május 6-a a redemció kihirdetésének nemzeti Jászkun emléknapja legyen. Az önmegváltás a közösség építéséről is szólt. Bárhogyan változott a magyar állam szerkezete, háborúk és békék követték egymást, ezek a közösségek, a jászok és a kunak egysége azóta is megvan, mondta dr. Fazeka Sándor, a Kun Szövetség tiszteletbeli elnöke. A jászok és a kunok a mai magyar területen a hagyományaikhoz, értékeikhez leginkább ragaszkodó népcsoportot alkotják. És ahhoz, hogy ez még karakteresebb legyen, hogy a jövő szempontjából is biztosítva érezzük magunkat, a mi generációnkat is terheli felelősség, sokat tehetünk érte. És én nagyon örülök annak, hogy önkormányzataink vezetői, hiszen önkormányzatiságban született újjá annak idején a három kerület, tehát önkormányzatunk vezetői, az identitás megjelenítő kapitányaink és főkapitányaink, hitveseik és közösségeik kifejezik ezt a világképet, kifejezik az értékrendünket. A pandémia idején mindenki rendezhette gondolatait, most már a cselekvés ideje van, mondta Borbás Ferenc, emeritus Jászkun főkapitány. Mit tanulhatunk valójában a régiektől? Azt az identitást, ami kimondottan vagy kimondatlanul minden embernek része volt itt a jászságban, kunságban, nagykunságban, kiskunságban. Azt az identitást, ami egy szövetet képzett valójában a társadalomban, egy láthatatlan szövetet, ami összekapcsolta ezeket az embereket, és talán hiába költöztek el jászságból, kunságból, ez a szövet mégis megmaradt. A szövetség erősödését jelképezi az is, hogy a Jászkun emléknapon nem csak a megyebeli jászok és kunak vettek részt, hanem a kiskunság is képviseltette magát. Idén először adták át a Jászkunságért elnöki elismerő oklevelet azoknak, akik munkájuk során sokat tettek hagyományok megőrzéséért. Nekem van két gyerkőcöm, és nagyon szeretném, hogyha ők is éreznék azt, hogy Jászkun-Szolnok megye összes települése élhető, itt vagyunk, a vidéket fejlesztjük, és a fiatalok a jövő, tehát én nagyon szeretném ezt az eszmét, a Jászkun hagyományokat átadni nekik, és tovább őrizni. Az ünnepség a Jászság Népi Együttes műsorával ért véget. Az emléknapon mindemellett Jász és Kun hímzés bemutató, este pedig gyertyagyújtás is várta az érdeklődőket. Takarmányt szállító külföldi kamion szenvedett balesetet Kisújszállás közelében a 4-es számú főút 150. kilométer szelvényénél. A nyerges vontató a felüljáróról lehaladva áttért a menetirány szerinti baloldalra, és a szalagkorlátot átszakítva az út menti árokba hajtott, majd oldalára borult. A helyszínre több mentőautót, mentőhelikoptert és a kisújji, valamint a karcagi tűzoltókat riasztották. A kiérkező tűzoltóink a jármű fülkéjében lévő sérült gépkocsi vezető mentését kezdték meg. Lesodródott az útról, árokba hajtott és oldalára borult egy zsákos takarmányt szállító nyerges fontató a 4-es számú főúton Kisújszállás külterületén. Az esethez a kisújszállási önkormányzati, valamint a karcagi hivatásos tűzoltók vonultak, akik áramtalanították a jármű szerelvényt. A gépkocsi sofőrje önerőből nem tudott kiszállni, őt a tűzoltók szabadították ki, mégpedig úgy, hogy kivágták a szélvédőt és ezen keresztül emelték ki a sofőrt, majd átadták a mentőszolgálat munkatársainak. A járművezető súlyos sérüléseket szenvedett, őt a mentőknek átadták. A műszaki mentés idején előbb félpályás útzár, míg a mentőhelikopter érkezésekor teljes útzár volt érvényben. Az anyagi kár jelentős. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Media Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!